Itt Nyírbogáton az óvoda mögötti területen szeretne bölcsődét építeni az önkormányzat. A település pályázott a topos forrásra, összesen 120 millió forintra lenne szükségük az intézmény kialakításához. A tervek szerint olyan kétcsoportos bölcsődét alakítanak ki, ahol 20 gyermek biztonságos ellátását biztosítják majd. A szülők jelenleg legközelebb egy nyírbátori magánbölcsődébe tudják beiratni kisgyermekeiket, tehát helyben is van igény az intézményre. Ez egyben munkahelyteremtő is, hiszen csoportonként biztosítanunk kell a szakembereket. Ez a pályázat benyújtásakor már feltétel volt, hogy tudunk-e a településen biztosítani csecsemő és gyermekgondozót. Igen, hál' Istennek el kell, hogy mondjuk, hogy a településünkön van ilyen szakember, akik most jelenleg Nyírbátorba járnak bedolgozni, ők szívesen jönnének haza szakemberként segíteni bennünket. Jelenleg 47 ezer férőhelyes a bölcsődei ellátás hazánkban. A kormány célja, hogy 2018 végéig ez 60 ezerre bővüljön. Az új intézmények kialakítására azok a települések jelentkezhettek, ahol 40-nél több három év alatti gyermek él, vagy legalább 5 család igényelni a bölcsődei elhelyezést. Az önkormányzatoknak mindössze az épület helyét kell biztosítani. A területi operatív programokon megjelenő pályázati forrásokra tudnak pályázni a fenntartó önkormányzatok, ami egyébként egy 100 milliárd forintos keretet jelent. A bölcsödék működését pedig állami forrásból finanszírozzuk, ahogy eddig is, gyermekek után, illetve a kisgyermeknevelők bérét is természetesen állja az állam központilag, valamint a gyermekétkeztetés tekintetében is a bölcsödés gyermekeknek nagyon nagy része, közel 90%-a ingyenesen tud étkezni a bölcsödékben. Január 1-től változik a bölcsődei rendszer Magyarországon. Új intézményi formák jönnek létre, így mini, családi és munkahelyi bölcsődéket is kialakítanak majd. Erre azért is van szükség, mert amíg 2010-ben a három év alatti gyermekek mindössze 12%-a járt bölcsibe, 2016-ra ez a szám már a 17%-ot is elérte.